Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Dél-Magyar Podcast. Hogyan kezdett el foglalkozni a kovács művészettel, vagy kovács mesterséggel? Tetszett a feleségemnek a 2000-es évek elejéről beszélünk, 2002-ben. A feleségemnek tetszettek a kovácsoltvas lakberendezési tárgyak, akkoriban még az elején jártunk ennek itt, hogy jobban elterjedjen. A feleségem tetszése által kezdtem el csinálni. Hogyan lehet elsajátítani egy ilyen módszert? Tulajdonképpen akkor, még 2002-ben nem, még gyerekcipőben járt az interneten ezek a bemutató videók, tehát a YouTube, meg a Pinterest, meg a most már elterjedt videós alkalmazásokból azért még akkor nem lehetett annyit tájékozódni, hogy én könyvekből is önállóan tanultam meg, aztán öregmesterekkel beszélgettem, akik közül volt, aki féltékenyen őrizte a titkait, volt, aki jobban megnyílt, de általában könyvek segítségével szereztem az elméleti részét a tudásnak, azt hiszem, de tulajdonképpen ez csak gyakorlati úton, gyakorlás során lehet igazán úgy elsajátítani, hogy ebből aztán az ember tudjon valami maradandót alkotni. Milyenek voltak a kezdeti munkák? Az első munkáim tulajdonképpen azok lakberendezési tárgyak voltak. Egy ilyen apróság sorozat, úgy hívom őket, apróság sorozat volt, egy ilyen kis gyertyatartók voltak. A legelső egy ilyen gyertyatartó volt, amit két napig csináltam, egy nagyon egyszerű kis vékony vasból hajligatott kis egyszerű gyertyatartó volt, amire a sógornőm azt mondta az akkori kreatív fújú voltjukban, hogy ez körülbelül egy ilyen 4-500 forintot érhet maximum. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy az jó, hogyha 500 forintot ér, mert akkor ezt két napig csináltam, anyaggal együtt festékkel 500 forint, az jó Isten sem ment magattól, hogy ne legyek egyszer nagyon gazdag ebből a munkából, de hát persze ez nem így néz ki, aztán nem hagytam abba ennek ellenére. Folytattam tovább, és hát ennek 20-21 néhány éve, szóval szerintem, ha valaki valamit elkezd és szereti csinálni, akkor ne hagyja abba. Említette, hogy különböző mesterektől is tanulta a szakma fortéjait. Milyen mesterek álltak ön előtt példaként? Volt is szerintesen egy idős kovács ember, Herz Pali bácsi. Ő már nem ezen a világon kalapál. Ő volt az, aki nagyon sokat segített meg elméletben. A gyakorlatban nem nagyon dolgoztunk együtt, egy-két apróságot mutatott a gyakorlatban, de elméletben azért sokat beszélt a magáról a kovács szakmáról. Ő tulajdonképpen patkolómester volt az öreg, a patkolómesterek egyik utolsója volt itt a környékben, utolsó képviselője. Ő volt az, aki sokat mesélt nekem. Ezen kívül olasz mesterektől láttam, de tőlük már inkább könyvekből, a videókon néztem. Hát tulajdonképpen így ők voltak, akik mások nem nagyon voltam. Márgyalán Lajos bácsivel beszéltem egyszerű, egy ilyen dunántúli diszmikovács, és vele is beszélgettem egyszer-kétszer, tulajdonképpen más nem, főleg magamra voltam utalva. És hogyan zajlott ez a fejlődési folyamat? Ugye említette, hogy először gyertyatartókat készített, és utána mik voltak az egyes fokozatok, ha jól tudom, ugye a gyertyatartóktól egészen minisztériumi díszítésig is eljutott? Igen, de kettő között ez eltelt majdnem 20 év, tehát először az apróságokkal kezdtem el. Lakberendezési cuccokkal, mint ahogy említettem, egy gyertyatartó, aztán tükörkeret, aztán székek, és akkor az első nagyobb megrendelésem az egy lépcső szerkezet volt, és egy lépcsőkorlát. Én nem nagyon foglalkoztam előtte ilyesmivel, szerintem soha. És akkor nekiálltam a műszaki könyveket bújni, nekiálltam szöget mérni, nekiálltam tulajdonképpen az egésznek teljesen amatőr módon, úgyhogy autodidaktaként tulajdonképpen inkább nagyobb volt a MERSZ, mint a tudás. De sikerült úgy megoldani, hogy jó lett, és azóta is működik, tehát azóta is 20 éve ezeket a cuccokat használják, tehát ezen lépcsőn közlekednek le föl, és még jól is néz ki. Azt kérdezi, hogy jutottunk el, hogy jutottam el ideig, minden egyes szó szerint minden nap csináltam valamit, amit akkor könyvekből, hál' Istennek ezért jól illusztrált fotókkal, rajzokkal, műszaki rajzokkal illusztrált könyvekből ezeket el lehetett sajátítani, de minden nap kőkemény órák hosszát gyakoroltam le, akkor meg volt egy kicsi saját műhelyem, kezdetleges berendezéssel, és ott folyamatos gyakorlat közben lehetett elsajátítani. De azért nem mondja nekem azt, hogy akinek nincs érzéke hozzá, az is képes lenne ennyi gyakorlással elsajátítani olyan szinten, mint ahogy most ön tevékenykedik. Ez nagyon kedves, köszönöm. Én úgy gondolom, hogy minden kreativitás alapja az a rajz. Nagyon sokat rajzoltam, mikor gyerek voltam, akkor a rajzon keresztül, tehát a rajz az nagyon, nagyon segíti a vizuális fejlődést, és az ember belelátja most a rajzba, vagy a ceruzába, vagy a papírba azt, amit szeretne alkotni, akkor ugyanígy bele fogja látni a vasba, vagy a papírba, vagy a fába, vagy bármi, amivel utána foglalkozni szeretne. Szerintem, tehát minden kreativitás alapja, minden kreatív kivitelezés alapja az a rajz. Ha valaki jól rajzol, vagy elkezd jól rajzolni, akkor látni fogja magának az által elképzelt tárgynak, vagy formának a megvalósítási lehetőségét, illetve azoknak a lépéseit is fel tudja építeni. Így ez nagyon sokat segített.
És hogyan kell elképzelni egy ilyen munkafolyamatot? Mondjuk az előbb beszéltünk a lépcsőkről. Honnan indul ez a munkafolyamat, és hogyan lesz belőle egy használati tárgy? Meg kell mérni az adottságot, meg kell nézni az adottságot, a helyi adottságait, utána, hát itt természetesen itt matematika van, geometria. Az elméleti matematika soha nem volt erősségem, egyébként sem vagyok fogalmam egy véleménnyel, de a geometria az kell hozzá, tehát miért is kell, kell szögeket számítani, utána a számítások után jön a szabad gondolkodás, ez inkább az én világom, és akkor itt a kedves ügyfél elképzeléséhez alkalmazkodva kell egy olyan tervet, vagy terveket, én egy ilyen 2-3-4 tervet szoktam készíteni, a kedves ügyfél elképzeléseihez próbálok idomítani. Tehát a kedves ügyfél elképzelése szerint kellene egy 2-3 tervezetet elkészíteni, és akkor ő kiválasztja, és utána ezeket a mértani adatok szerint ezeket fel kell építeni, el kell készíteni, tűzben megformálni, és a többi, és a többi. Tehát akkor indul az egész részletes kivitelezése. Maradjunk egy kicsit ennél a tűzben megformálni szó összetételnél. Hogyan zajlik ez a része a munkának? Tulajdonképpen az eszközök azok, az eszköz használta a kovás művességnek, mai napig a tradicionális kovás művesség eszköz használta, ez 3000 évben nem sokat változott. Ugyanolyan fogókkal dolgozunk, ugyanolyan kalapácsokkal, ugyanolyan formázó eszközökkel dolgozunk, mint ezelőtt ugye gyakorlatilag 2-3-4 ezer évvel ezelőtt dolgoztak a kovácsok. A jelenlegi eszköz használat is hasonló, annyival talán kiegészült, hogy minden kovács magának elkészítheti azokat a fogókat, vagy ezt a fogókészletet, ami az adott folyamathoz éppen szükséges. Tehát már annyi fogó van, meg annyi kalapácsféle, meg annyi forma, hogy minden egyes munkafázishoz megfelelő talál az ember. Az én eszköztáram konkrétan ez 90-es években egy délaföldi mezőmegyeren egy idős kovács ember, aki akkor hunyt el, tehát az ő hagyatékából származó fogóim vannak, illetve formázó eszközeim vannak, egy lyukasztóplatni, ilyesmi, amiket ő is úgy örökölt el például mesterétől, tehát van nálam olyan 100-néhány éves fogó, ami még mindig használható, ezeket ők csinálták. Mert ugye elsődleges az üllő, utána a kovástűzhely, ahol a szenet izzítom, és a szénben, az izzószénben formázom meg az izzóvasat. Itt az előbb körbejártuk a kovács műhelyet, és beszéltünk arról, hogy kétfajta fújtató is megtalálható itt. Melyek ezek, és mi a különbség a kettő között? Hát az elektromos fújtató az a korszerű fújtató, ami most minden kovács műhelyben elektromos motor hajtja a fújtatót, de van egy nagyon régi és nagyon szép állapotban lévő hagyományos kovács fújtató, melynek a bőrözése még kitűnő, de ez egy nagyon régi kovács fújtató, mert szeretnék egyszer egy ilyen hagyományjelző kis kovács műhelyt berendezni, és ahhoz gyűjtögetek apró régebbi kovács szerszámokat. Van is már belőle egy pár, a fújtatón kívül van egy régi fogóm, meg szerszámom, ládám. Ezekből szeretnék egy ilyen régi hagyományjelző kovács műhelyet majd egyszer berendezni. Hát, ha valakinek mit tetszik rajtam kívül. Beszéltünk itt arról is, hogy ugye Budapestig is eljutottak a munkái, de én úgy tudom, hogy Szegeden is vannak alkotásai, kérem mutassa be ezeket. Szegeden az egyik kedvencem. Szegeden a Palánk cukrászdának az a nagy zölderkéje, a Palánk cukrászdának a Palánk cukrászda ingatlanjának a felülvilágító rácsai, amik vannak, ezek a felkörülés felülvilágító rácsok. A nagy zölderkéje, belül van egy függő folyosó, annak a korlátját is mi csináltuk, mi restauráltuk, de Dél Ferenc utca 9-nek a saroképületének a népi szecessziós felülvilágító rácsait, ott van belőle egy darab. Azokat is mi csináltuk, elő 10-valahány darabot kellett csinálni, a megmaradt egy alapján, illetve Szegeden azért az ország egyik zászlós hajójának a Szegedi Dómnak, a Szegedi Dómot körülvevő kis kerítést, ezt mi újítottuk föl, mi restauráltuk, illetve mire konstruáltuk, az a szívem csücske. De hát ezen kívül még vannak ilyen félműemlék, vagy műemlék jellegű, illetve műemlékvédelmi munkáim Budapesten, például az egyik az a miniszterelnökségnek, belül miniszterelnöknek az egyik épülete Budapesten, a Báthory utca 12-ben, azt hiszem, ott egy ilyen nagyobb, az egy nagyobb léptékű munka volt, 331 néhány folyométer korlátot kellett újragyártani, restaurálni. Hát ezen kívül szentesen is természetesen a Petőfi Szálló műemlékvédelmi munkáinak a kovácsoltvas részeit, azokat mi végeztük, óriási megtiszteltetés volt számomra. Például az, hogy az 1800 felirat, a Petőfi Szálló feliratnak az 1896 óta mi nyúlhattunk hozzá először, 101 néhány év múlva érte megtiszteltetés, hogy itt a saját műhelyemben újíthattam föl ezt, ez nagyon nagy dolog, legalábbis én annak tartom. Mi a legnagyobb kihívás a munkája során? Megőrizni a munkakedvet. A legnagyobb kihívás az, hogy mindig tudja örülni annak, hogy csinálok valamit. Menni fog egyébként, hogy megy csak.
nem szeretnék belefásulni. Szeretném minden nap megtalálni benne azt az újat, amit valamikor még megtaláltam. Sokszor működik, már többször nem működik, de valamikor még mindig szeretem csinálni, szerintem még mindig ezt vállalnám, vagy mindig ezt választanám, ha lehetne. Persze a mindennapos, az hazudik, aki azt mondja, hogy ez minden nap egy csoda. El lehet jutni odáig, hogy eljutsz odáig, hogy a mindennapos csodából lesz egy mindennapos csodamalom, és ez nem mindig olyan nagy örömmel tölt el. Tehát valamikor azt mondja, hogy jó, akkor ezt megoldom, aztán hagyjatok engem békén, de hagyjatok engem békén nem jó, mert következő nap is vár egy újabb feladat. Az benne, ami erőt adhat, hogy minden feladatban van valami új és más. Az viszont, ami megnyugtató, hogy a kedves ügyfél az mindig örömmel fogadja a végeredményt legalábbis. Ha már itt a csodáról beszélünk, akkor a műhely felén található egy felirat arról, hogy ki az igazi férfi. Hogyan hangzik ez a mondat, és mit jelent? Az, hogy ne nevezd magad férfinak, nem teszed jobbá a világot, ez egy Ridley Scott idézet az egyik filmből, a Mennyei Királyságból. Szerintem ez nagyon jó idézet. Éppen azokat az időket éljük, amikor vannak férfiak, akik szereptévesztésben azt gondolják, hogy a saját világokat úgy teszik jobbá, hogyha mások világát lerombolják. Én nem hiszem, hogy ezzel egyet kéne értsek, bármilyen szinten is. Én úgy gondolom, hogy ez lehet a férfi, vagy ez lehet az ember, vagy ez lehet most tök mindegy, a férfi vagy nő ebből szempontból. Tehát az lehet jó ember, aki hozzátesz a világhoz pozitívan, pozitív értelemben tesz hozzá a világhoz, pozitív értelemben növeli a világnak azt az értékét, ami igenis, hogy szerintem, meggyőződésem szerint van olyan, hogy objektív jó, tehát hogyha ha valaki az objektív jót tartja a szem előtt, akkor jobbá kell, hogy tegye a világot minden egyes tettével. És ha már itt tartunk, akkor ha jól tudom, ön szokott tartani olyan workshopokat, amik gyerekeknek, vagy hát igazából amatőröknek szólnak, és kovácsolással foglalkozhatnak. Meséljen erről, kérem. Ez tavaly, tulajdonképpen azt hiszem három éve, igen, három vagy négy éve már, igen, három vagy négy éve kezdtem el ezzel gondolatban foglalkozni, hogy kellene egy olyan műhelyet csinálni, ahol embereket lehet foglalkoztatni, tanítani, vagy olyanokat, akiket érdekel, olyanokat fogadni, és lehetőséget adni nekik, hogy ezzel a gyakorlatban tudjanak dolgozgatni. És akkor elkezdtem szépen összegyűjtögetni, lassan felépíteni ezt a szakkör fogalmának az eszköztartalmát tulajdonképpen. Akkor elkezdtem saját kezdőre, elkezdtem ülőket csinálni, elkezdtem a kovácstűzhelyeket összeállítani, ilyen mobilkóvónak hívják őket, mobil kovácstűzhelyeket elkezdtem csinálgatni, és persze közben dolgozni kellett, mert meg kellett ennek teremteni az anyagi hátterét, és egy 2-3 évre sikerült felépíteni egy olyan eszközbázist, amire tudtam alapítani egy ilyen kovács szakkört, vagy workshopot, vagy kovács foglalkozást, kinek hogy tetszik. Ahol most 12 tűzhelyen, 12 ülőn tudok fogadni olyan érdeklődőket, minden hónapban második szombaton tudok fogadni olyan érdeklődőket, akik ezzel tevőlegesen foglalkozni szeretnének, akik ezt ki akarják próbálni a valóságban, illetve a gyakorlatban, és ott mindenki szépen dolgozhat magának. Persze vigyázok lehetőleg mindenkinek a biztonságára, a védőfelszerelés biztosítása mellett azért a kovács alapokat megmutatni nekik, és akkor mindenki dolgozhat, kalapálhat, mint az őrült. Milyen alkotások szoktak születni egyébként ezeken a kovács műhelyeken? Mindenkinek az első lépés az kötelező. Szerintem találtam ki, hogy mindenki legelőször egy levélvégű, tehát egy levélvégződésű csavart markolatú piszkavasat csinál, és ezt ugye nap végén hazavihetik. És azért gondoltam, hogy ez egy megfelelő kezdés mindenkinek. Mert először is egy levélvég az egy dekoratív darab tud lenni. Másodszor ezzel a levélvégződés, amikor elkezdik csinálni a levelet, akkor szembesülnek vele, hogy azért ez csak egy levél, de ez nem, tehát nem olyan egyszerű, ez mégsem. Hát itt ez tulajdonképpen először is a vas visszaüt, és meg fogják látni a levélvégződés kialakításánál is, hogy tulajdonképpen milyen a misztérium mögött milyen kemény munka van. Aztán teljesen tisztában vagyok, hogy a kovács művesség, a tűz, a szikra, az izzóacél, mindnek van egy misztériuma, viszont amikor valaki elkezdi tevőlegesen csinálni, akkor rá fog jönni arra, hogy ez bizony, ennek a megmunkálása egy nagyon kemény feladat, ami több lépésből áll, és egy levél kialakítását mindenki meg tudja csinálni egy nap, ha még oly komoly ráfordítással is. És ennek a kialakítása, ennek a
a munkának az eredménye mindenki számára sikerélmény. Be tudják fejezni egyébként ezt a munkadarabot, aztán, hogyha valakinek ez annyira megtetszik, akkor később visszajöhet, akkor egy kandalló szettet csinálhat, ezt folytathatja tovább, tehát ugyanez a levél végződéssel csinálhat tűzhúzót, kis söprűt, lapátot, az egészet feltetjük egy állványra, de hát itt, amikor ezt így elmondom, akkor itt már tulajdonképpen egy olyan 3-4-5 foglalkozáson túl vagyunk, és akkor van a tovább lépések, evőeszközkészlet, ruhafogas, mindenkinek meg lehet tanulni mindent. Itt most elhangzott egy kifejezés, hogy a vas visszaüt. Ez mit jelent? Ezt én találtam ki, hogy a vas visszaüt, a vas az saját magát nem fogja alakítani. Tehát itt azért, amikor az ember az izóacélra rável egy kalapáccsal, akkor látni fogja, vagy érezni fogja azt, hogy azért ez egy kemény, karakteres anyag, ami nem fogja magát hagyni csak úgy, hogy szépen babusgatva felvegye azt a formát, amit az alkotó vagy a kovács éppen szeretne elérni nála. Ezt kemény munkára fogja elérni, tehát én találtam ki, hogy a vas visszajött, hogy a vas nem fogja magát hagyni, az vissza fog ütni, és majd az erősebb, a több és az okosabb, mert itt észre is dominálnak, az okosabb kalapács ütések hatására fogja elérni ezt a formát, amit én szeretnék elérni nála. Ha már az okosságot említi ebben a munkában, akkor mennyire lehet ezt okosan csinálni, és mennyire számít a fizikai erőnlét egy kovács munkánál? Mind a kettő számít természetesen. Az elsődleges az, hogy azt ki kell találni, meg kell tervezni, mert ész nélkül nem megy. A fizikai erőnlét az abban az, hogy ha a kovácsolás tradicionális formáját űzzük, tehát a kovácsolásnak ezt a módját választjuk, ami hagyományőrzőnek mondható, vagy hagyományosnak mondható, ahol kézi kalapácsokkal érjük el a vasból az előre eltervezett formát, a természetesen számít. Van, amit már átvesz a gépesítés, meg már lehet készen kapni kovácsolt elemeket, ezeket inkább hagyjuk. Tehát egy bizonyos fizikai fokú felkészültségre szükség van. Főleg akkor, hogyha ezt folyamatosan akarja űzni az ember. De mondjuk egy hölgy is tudja ezt a tevékenységet folytatni? Természetesen, sőt, a workshopra és a szakkörre is jönnek lányok, hölgyek, asszonyok, akik, van köztük 2-3, aki főleg egy, aki rendszeresen jön, mindig, majdnem mindig ott van. Ránézés egy törékeny kislány egyébként, de nagyon tisztességesen megállja a helyét. Több hölgy próbálkozott már, több hölgy volt. A hölgyeknek is ugyanúgy működik. Tehát vannak bizonyos fizikai korlátok, persze természetesen, de a hölgyeknél is működik ugyanígy. Tehát ők is ügyesek és erősek, igen. Amikor bemutatkozott, akkor kiemelte az önbeca nevét, amely a vasveréb, de honnan ered ez a kifejezés? Hát a vasveréb az úgy alakult ki, hogy volt az első munkadarabom, csináltam egy ilyen minden az egyben munkadarabot, ami volt virág, meg hajtás, meg csavarás, meg tekerés, meg volt ez egy kicsi sárkány, és az egyik ismerősöm cimborám azt mondta, hogy ez egy kis sárkány, egy kis vassárkány. Ez akkor, mint egy veréb, hát akkor miért nem vasveréb? És akkor innen maradt a vasveréb meg tulajdonképpen. A Pütti az meg a feleségemtől jön, az Istvánnak a beszélzéséből jön a Pütti, és így lettem vasveréb Pütti. És hát most már nem is tudom, hogy Pécsről is úgy hívnak fel, hogy Pütti. Melyik kitüntetésére a legbüszkébb? Van, nincsen egy kitüntetésem. Van, ami nagyon sokat számít számomra. Számít tulajdonképpen jó érzéssel tölt el. Ez a próbe díj, amit Szentestől kaptam 2 éve, nem megtisztelt a városom azzal, hogy az itt végzett munkáért ezt a megtisztelő kitüntetést megkaptam tőle, úgyhogy hálás vagyok. Mit gondol, miért éppen ön kapta annak idején a próbe díjat? Hát őt nem kaptuk, nem csak én kaptam. Akkor a várostól azért kaptam, mert úgy értékelték, hogy a Kovács volt vas művesség területén elvégzett munkám, nagyban hozzájárult a város arculatához, illetve a díszítő, illetve a formáló arculatához, és hát emiatt kaptam tulajdonképpen az indoklás szerint. Tehát én meg azóta is nem tudom megmagyarázni, de nagyon jó, szóval nagyon szépen köszönöm, aztán kész, ez ennyit, jól esik azóta is. Amikor Szentes megtisztelt a Próbe Szentes díjjal, akkor én gondoltam, hogy ezt megköszönve ezt a városnak felajánlok egy Szentesváros kulcsot, amit Szentesváros címere alá helyeztem el, és ezt neki ajándékoztam a városnak, most is fenn van a polgármesteri hivatalban az iroda mellett közvetlenül. Ezúton is gratulálok ehhez az elismeréshez.
kinek ajánlaná azt, hogy ne kivágjon és elkezdjen kovács tevékenységet folytatni? Senkinek. Tulajdonképpen annak, aki meg akar belőle élni, annak nem ajánlanám. Annak, akinek van másból megélni és szeretné magát kiteljesíteni, annak ajánlanám. Megfelelő elszántság kell hozzá, és azoknak ajánlanom, akik szeretnének elvonulni ettől a fajta világtól, ami most van, azok, akik bevonulnak szépen a műhelybe, ott valamit csinálnak saját maguknak, vagy valakinek, akit szeretnek, és valami egész másból fognak megélni, nem ebből. A tanulmányairól még nem beszéltünk. Milyen minősítés szükséges ahhoz, hogy valaki a kovácsmesterséget ilyen szinten folytassa? Gyakorlatilag itt Magyarországon jelenleg megszűnt a kovácsképzést. A díszműkovácsképzésnek voltak tanfolyamai, a díszműkovácsképzés volt ilyen OK és díszműkovácsképzés volt, ami nem volt rossz minőségű, de megszűnt ez is. Ezen kívül Magyarországon jelenleg nincsen hivatalos kovácsképzés. Tulajdonképpen egy civil szervezet, a kovácsmesteri cég ítél meg valakit kovácsmesternek, vagy nem. Hát ez tulajdonképpen civil szerveződés. Én nem kapcsolódtam bele ebbe a jelenleg magyarországi kovácsműves képzésbe. Én maradtam autodidakta módon önképző, de aztán 2018-ban, 2019-ben sikerült Skóciában létesíteni olyan kapcsolatot egy minősítő szervezeten keresztül, ahol később iparművészeti szakértőként, illetve művészeti szakértőként, illetve művészeti gyakorlati szakértőként és tudás és képesség megosztási szakértőként vizsgáztam. Ez tulajdonképpen egy felsőfok végzettségnek felel meg, de ennek a képzésnek a befejezése után tulajdonképpen a skót minősítési hatóságtól a 11-es szintű minősítést kaptam, ami Magyarországon az egyetemi diplomának felel meg, de hát ez igazán nem számít, az inkább számít, hogy ez a minősítés ez az európai tagállamokban felsőfokú végzettségnek felel meg, illetve még 28 államban ez felsőfokú művészeti végzettségnek felel meg. Ezáltal tulajdonképpen végzettség szerint is fel vagyok jogosítva arra, hogy Kovács ez a művészeti tevékenységet folytassak, illetve oktassak. Nem számít, csak ezt akkor szoktam mondani, amikor kérdezik. Hogyan kapcsolódik egyébként Pécshez? Ugye említette, hogy Pécsről is kapott megbízásokat. Pécsre úgy kerültem, hogy 2012-2013-ban, ez még akkor volt, és állítólag most már nem is nagyon kéne erről beszélni, mert nagyon régen volt, pedig én szeretem. Pécsi Kreatív Cluster akkor írt ki egy pályázatot a Zsolnai Porcelán Manufaktúra megbízásából. A Zsolnai Porcelán Manufaktúra akkor alapítani akart egy kézműipari céhet, ahol tradicionális kézműveseket kerestek a Zsolnai Porcelán Manufaktúrának a minőségét képviselendő, illetve a tevékenységét kiegészítendő tevékenység végzésére. Hát tulajdonképpen én Pécsre úgy kerültem, hogy az egyik ilyen kézműves ága, amit a klasszer keresett, az a Zsolnainak, a 10 kézműipari tevékenységről az egyik kovács volt, és a 48 pályázóból én lettem a Zsolnai kovácsa, ami nagyon jó hangzott akkor, csak aztán a Zsolnai akkori tulajdonosi háttere másképpen gondolta és kiállt a cég mögül, úgyhogy szépen abban maradt az egész, ami nagyon sajnáltunk akkor minden ilyen, akik megnyertük ezt a lehetőséget. De hát én maradtam nem Pécsen a kreatív ipari klaszternél, mint kreatív ipari klaszter tag, és ott nagyon sok ismeretet tettem szert, nagyon sok ismeretségre tettem szert, és ezek az ismeretségek, ezek az később komoly barátsággá alakultak, és azóta is vannak nagyon jó barátaim Pécsen, akikkel folyamatosan és azóta is tartjuk a kapcsolatot, és nagyon jó, nagyon, nagyon belsőséges, nagyon jó viszonyunk van, és azóta is tulajdonképpen tartjuk és ápoljuk a kapcsolatot. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.